Hegeszti a gázcsövet a szakember a Pécsi Iparkamara szervezte mestervizsgán. Olyan gázszerelők ők, akik már legalább 5 éve dolgoznak ebben a szakmában, most pedig megcélozták a mesterfokozat elérését. Ugye tanulóképzéssel lassan 30 éve foglalkozunk családi vállalkozásunkban, és édesapámnak ugye megvan a mestervizsgája, és ugye tudjam továbbvinni a céget, illetve a tanulóknak az oktatását, így ezért jelentkeztem is a mestervizsgára. És a jövőben tudjam én is ezt folytatni. A pedagógiai ismeretek az azt mondom, hogy ez fontos volt, hogy ez egy plusz kiegészítés, ugye mind tudásban, mind gyakorlatban, illetve nyilván ugye a vállalkozási ismeretek, az meg egy cégvezetésben kimondottan fontos. Én úgy gondolom, hogy maga a szakma sajnos nem elég kellendő. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó szakma, de még akik ezt is tanulják, nagyon kevesen maradnak a pályán. Illetve akik maradnak, azok sokan elmennek külföldre dolgozni. Tehát ahogy szerintem nagyon sok ágazatban itt is, nyilván ugye a szakmunkás hiány. Ja, az biztos, hogy van, illetve azzal küzdünk mi is. Ezért fontos, hogy a tanulóknak a képzése, és a megfelelő képzése, tehát hogy megfelelő szakembereket képezzünk. Az építőipar az elmúlt pár évben, hogy szokták mondani, egy dübörög? Igen, van szerencsére munkabőven. Nyilván ez nem egy olyan munka, amit home office-ban nem lehet végezni, tehát a horony nem fogja magát kivésni, meg a cső nem fogja magát megszerelni, de ez egy nagyon jó szakma. Érdemes ezt megtanulni. Ez hosszú távon szerteágazó, sok mindent lehet csinálni, úgyhogy érdemes megtanulni és ezzel foglalkozni. Mire figyelnek a vizsgán? Elsőként ezt kérdeztük a vizsgabizottság elnökétől. Először is a biztonságra, tehát hogy a vizsgán semmiféle baleset vagy ilyesmi ne forduljon elő. Ez a legelső, utána a szakmai felkészültség. Kérdése ugye az pontosan remekül felkészítettek a tanulók, pontosabban a vizsgázók. Már a felén a gyakorlati vizsgának túl vagyunk, még elméleti vizsga zajlik. Eddig nagyon jó eredményekkel tanúsították azt, hogy őket jól felkészítették, úgyhogy drukkolunk nekik is, hogy sikerüljön. Egyelőre az egyik felét láttam a csapatnak itt a gyakorlati teremben, ahol a készülékekről és azoknak ismeretéről tettek tanúbizonyságot, és a hegesztéssel már az egyik csapat kész van, úgyhogy most csere lesz, és folytatódik tovább a vizsga. Hál' Istennek itt az iskola nagyon jól helyt állt, úgyhogy minden olyan berendezés és szerszám anyag rendelkezésre áll, ami ahhoz kell, hogy innen olyan szerelők, olyan mester szerelők tudjanak kikerülni, akiket nyugodtan be lehet engedni az otthonukba, mert itt erről is szó van, hogy sajnos vannak olyanok, akik nem rendelkeznek papírokkal, itt pont ez a különbség fog megjelenni, hogy akik kapják ezt a mestervizsga levelet, ezek igazolni tudják azt, hogy ők ezen a vizsgán és egyébként a felkészítésen is részt vettek, sikeresen részt vettek. Igazából, hogyha valaki komolyan gondolja ezt a szakmát, és majd egyszer saját lábra áll, akkor ezek az információk rettentő jól fognak jönni, akár a vállalkozás ismeret, akár a pedagógia. Természetesen mindenkinek más és más a habitusa, de a tudás az mindig hatalom lesz, tehát minél több tudást megszerez, annál könnyebben fog elindulni a saját életpályáján. A mai energiaválságos időben a gázkérdés középpontban van. Gyakran halljuk, hogy függetleníteni kell magunkat ettől az energiahordozótól. Ez felveti a kérdést, hogy mi lehet a szakma jövője. Erről is kérdeztük az elnököt, aki szerint még egy jó ideig szükség lesz a földgázra a háztartásokban. Érdekes kérdés. Egyébként az ellátottsága Magyarországnak hál' Istennek most biztosított, ezzel nincs különösebb probléma. Nem is találom azt helyesnek, hogyha most mindenki hirtelen elektromosan kezdene el fűteni, ezt a hálózatunk nem nagyon bírná. Én a hibridben látom a megoldást, tehát az lenne jó, hogyha akár mondjuk hőszivattyú és gázkészülék együtt tudna működni. Átmeneti időben ugye lenne a hőszivattyú, és amikor tényleg hideg van, és be kell durrantani keményebben, akkor a gázkészülék venni át a szerepét. Én ebben látom a jövőt, és még én szerintem van egy pár év kifutása a gáznak. 13 gázszerelő mesterjelölt vizsgázott elméletből és gyakorlatból Pécsen. Ők a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében felkészítő tanfolyamon majd mestervizsgán vettek részt.